Hello, most taxiban ülök, és megyek egy vasárnapi piacra. Tulajdonképpen azért ültem csak taxiba, mert nem szeretném lekésni azt a piacot. Szóval a korán befejezik, aztán szeretnék egy jó pár árus látni ott, és majd megmutatni nektek. Úgyhogy azt választottam, hogy nem megyek a tömegközlekedéssel, mert az elég hosszú időbe telik, hanem megpróbáljuk ezt a taxis verziót. Ez egy ilyen speciális piac, kézműves árukkal és különleges ételekkel, ami máshol, máskor nem igen kapható. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy érdekes élmény lesz mindannyiunknak. Úgyhogy maradjatok velem. Aztán, hogyha tetszett ez a videó, akkor itt lent a feliratkozás gombot nyomjátok meg, hogy későbbiekben, hogyha valami érdekes lesz megint, és felteszem a YouTube-ra, akkor majd lássátok azt is. Valami harcsa vagy ilyen bubának. 45 bártért lehet kapni egy, nem tudom hány darab ez, ami 6-7. És hát nem megenni van, ezt kiderítettem az árustól, hanem ez azért van, hogy az emberek beledobálják a vízbe, és akkor a szerencsét hoz. Most ez nem fog foglalkozni. Aha, ez másfajta, egy másik típusú. Ez drágább, ez 90 bár. És ez úgy nézem, hogy ó, hát ez valami, minek hívják ezt magyarul? Eel. Az angolna. Óriási. És hajóval fogunk átkelni a folyón. Mert hogy ez a piac, ez egy kis szigeten van. Motorokat és személyeket szállít a hajó. Pont beérkezett. Úgyhogy azt hiszem ez a legjobb, hogyha előre megyek, mielőtt a motorok letámadnak. Meg ez a sok ember kijön. Aha. Na így pont jó. Így né. Ho-ho. Hát csak épp időbe érkeztem. Oda néz. Nagyon jó. És jönnek a motorok. Jönnek a másik után. Hoppa. Oda néz. Jövőd a komoly. Most pedig jönnek fel a motorok. Reményem. Jó dugig lesz a hajó. Úgy nézem, ez a hétvégi piac, ez népszerű. Ez a Chao Phraya River, Chao Phraya folyó. Ez ami ilyen kanyargósan átszeli egész Bangkokot. És hát ez egy ilyen, hát tulajdonképpen sziget, vagy egy ilyen nagy kanyarral körülvett terület, ahova egyébként nehéz bejutni, csak ilyen hajókkal lehet. Rövidesen kikötünk. Majd a kiszállás után kell fizetni. És van egy érdekes templom rögtön itt a parton, ilyen nagy arany Buddha szoborral. Azt is meg fogjuk nézni. Köszönöm.
rendszer úgy működik, hogy kifele menet fizetsz. Hoppá, jobb föllökött ez majdnem. 50-e. Hol lesz így bár? Ennyit kell fizetni vajon. Ah, mindegy, majd kérdező. Itt vagyunk. Először megnézem ezt a templomot. De jó volna tudni, mi van odaírva a Buddha seggére. Érdekes, nem? Buddha seggén felirat. Hát ez igen. Mindig meg tudnak lepni. Jó nagy. Így néz ki oldalról az épület, egészen szép dekoráció van. Meg lehet, hogy bemegyek és körülnézek. Szerintem fognak kidobni. Érdekes. Ezt most meg fogom kongatni, ezt a nem tudom mit, harangot. Ott van fönt egy ilyen fa. Na de nézd, ezt leszedem. Ugyni. És ezzel meg fogjuk kondítani a cuccot. Milyen hangja van? Nézzük csak. Ó, elég jó. Vagy mindenhol más. Na jó, abba hagyom, mert még utóbb kiderül, hogy ez csak speciális alkalmakra való. Ez meg most nem az. Úgyhogy jó hangja volt. Na ez a kövér szerzetes, ez valamit promotál itt. Nem jövök rá, hogy minden nyilván pénzt akar. Még valami hajó is van. Ez nem az az igazi úszópiac, ami van egy pár híres in Bangkokban, hanem hát ez valami víz mellé épült dolog. Ó, ez valami céllövölde. Na, ez érdekes. Csúzlival megy a dolog. Sok itt az ember. Ott is egy ilyen kávégyáros. A szokásos tejtermékekkel. Valami készül. ขออนุญาตแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงนักท่องเที่ยวครับในวันที่ 18-19-20 นี้ครับตลาดน้ำบารบึ้งเปิดให้บริการนะครับมาเที่ยวได้เลยนะครับ
นี่ครับเจ้าหน้าที่เราอุ้มน้องแหลกับน้องหวานไปแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับการบริจาคนะครับใครที่จะบริจาคให้กับน้องแหลนะครับก็รับบริจาคที่อบต.ต่อเนื่องนะครับวันนี้น้องแหลใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากเลยโอ้โหเดี๋ยวต้องมีการถ่ายเลือดอะไรเยอะแยะเลยครับขอบคุณสำหรับผู้ประกอบการร้านค้านะครับก็ขอให้บุญกุศลที่ร่วมกับน้องแหลครับขาเลยÉrdekes, ez úgy látom, hogy mi nálunk a szeder, amit fáról szednek le. Ez az is. De érdekes. Ez mangó. De ezek a bogyók, erről fogalmam nincs, hogy micsoda. Úgy néz ki, mint az egres. Az 120 forint kilója. Elég pici. A nagyobbak, az a drágábbak, az már 35, az már húzós. 8-al kell megszorozni. Ez 280 forint kilója. Na, ilyet még nem láttatok. Ez sült kacsacsőr. Atya világ. Ez kacsacsőr, kacsa nyelve. A csőrébe. Tálalva. Csőha. Ez igen. Ezek valamilyen szószos ételek. Ez úgy nézem, mint a resztelt máj. Na, ott körülbelül mondtam, hogy vannak ételek, akik nagyon úgy néznek ki, mint a mieink. Hát ez egy resztelt máj. Teljesen úgy néz ki. Az ízét nem tudom, nem fogom megkóstolni. De teljesen úgy néz ki, mint otthon a resztelt máj. Na, ez meg... Hát ez ezt nem tudom megmondani, mi valami nagyon vékonyra felvágott húsféle. Szintén szószba. Ez ugyanaz, csak egy ilyen barnás színű valamibe. A desszertkedvelőknek ilyenek a tájdesszertek. Ilyen színezett zamiris tészta. Ez valami, ki tudja mi. Aztán ott a végeredmény, ilyen össze van rakva ilyen zacsiba. De lehet ilyen jeges változatot is kérni. Erre reszelt jeget szórnak rá ezekre a dolgokra, aztán azt teszi meg az illető. Pálcikákra szurkodott dolgok. Jó. Jó, fokatis deszertek ezek is. Szevadikáv! Aha. Természetes ételszínezékkel színezve. Kékre. Jégre rakva valami erősen zöld színű anyag. Valószínűleg valamilyen zöldségféle van le turmixolva. Aha. Ez is valami, ki tudja, milyen tojásos, lisztes alapú folyadékot beöntenek ebbe a forró eszközbe, aztán kisül belőle ez a bigyó. Ez valami halféle. Barna lébe. Nem valami bizalomgerjesztő. Ez nem biztos, véletlenre ez már gépesítve van. Gép tekeri a pálcikákat. Ó, de komoly. De amúgy faszénparázson van, vagy valamilyen szén. Elég szögletes. Óriási. Ez érdekes, valami zselés cucc van beletöltve ezekbe az agyagedénykékbe. Nyilván azért kerül sokba, mert az agyagedény jön vele. Na, jó pofa. Aha, a hölgy valami tésztát készít elő éppen. Valami golyófőnek lébe. Aztán mi van még itt? Van valami hátlátszatlan lé. Aha. Azt rakja rá a tésztára, oda néz. Hoppá. Bum. Aha, megy rá a tésztára. Igen. És akkor ezt fogja valaki megen. Csirkeláb. Ilyen íze lehet. Gyömbért látok benne, meg babérlevelet, tehát valami savanykás jellegű lesz ez. Csirkeláb. Ez pedig csülök. Mégpedig tojással. Ez ilyen főtt csülök, de én már megkóstoltam ezt korábban. Ennek ilyen édeskés fűszeres íze van. Hú, az disznóbél. Na, ezt nézd meg. Disznóbél is megvan főzve, ezt is lehet enni, ha valaki szereti. Inkább nem. És hát a csülök, az meg egy ilyen
szegfűszeges, tudom én, édeskés lébe van megfőzve, ilyen barnára, mert valami szójaszósz is van abba rakva. És akkor egy ilyen zöld kínai spenóttal szokták ezt főzni. Ott lehet látni, mert meg van főve. Merre a szem ellát, mindenki eszik. Ez ugyanez a stílus, mint a csülök volt az előbb. Ilyen barna lébe főtt valami, csak csirke kivitelben. Szeretem ennek az ízét. Itt pedig ragadós, cukros lepénykék készülnek. Most tudom, hogy ez sül vagy fő. Nem tudom, nagyon forrónak ez a platni. Itt valamilyen gombócot főznek. Az ember ott gyártja. Tök jó. Gumikesztyűben az, ez jó. Ja, azért csinálják gumikesztyűben, könnyen jön ki a gömbölyi forma. Beszerelés. Ez megfőzi ki. Zseniális. Mindenki sárgát hord, mert a sárga a király színe, és most lett a király megkoronázva egy pár nappal ezelőtt. Úgyhogy ezt nagyon hordják most, a sárga, ez divat szín lett. Ez a halféle és ilyen érdekes füzérbe van összefogatva. Ezt gondolom kiszárítják, hogy olyan hasonló. Itt van egy kupacba. Hát mennyit akkor erről a piacról. Lesz ennek még egy következő része is, ahol majd a nem étel jellegű dolgokat fogom megmutatni. Főleg gyümölcsöket. Nézzünk egy kis duriánt. Oké? Hogyha ez érdekel, akkor kérlek iratkozz fel itt lent, és akkor nem maradsz le a következő részről. Csá, sziasztok!